My... There's a clock on the wall. Come on, hold high. Get ready to rock. A suli, hetedik rész. Hogy ez megtörténik. Ne gondolkozz olyan sokat. Most mi lesz Codyval? Majd kiheveri. Louise? Louise? Már azt hittük, elestél a csatában. Tehát, amint mondtam, Grant tábornok elvezette csapatait Fort Danielsonba, ahol heves ellenállásba ütközött. De ez volt akkor a legkisebb gondja. Nos, 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 az itt látható példa szerint mit hoz létre az ég is? Ha? Energiát, igen! Mit még? Hadd hallom! Ki vele rajta? Szeret! Szenet, amit úgy érzékelünk itt, mint füstöt, igen! És mit még? Na gyerünk, gyerünk! Hőt, igen, hőt! Hőt! Írta Bruce Kirschbaum. Úgy van, hőt! Forróságot! Igen, hőt! És... Rendezte James Cage. Köszönöm. Van valakinek kérdése? Még nincs vége a tesztnek. Figyelmet kérek. A hasnyálmirigy egy bizonyos módon választja ki az emésztéshez szükséges enzimeket. Ha most nem tudod, hogy mi az, 9 perc múlva sem fogod tudni. Miss Garson... Kétlem, hogy a levegőben megtalálja a választ. Fencher, itt Hollander. Még csak az emésztőrendszer közepén vagyunk. Igen? Na akkor ezt emészte meg. A húga már megint itt van. A fenébe. Azt ajánlom. Jöjjön be az irodába. Igen, Miss Hollander, megtehetem. Igazán semmi akadálya, tekintve, hogy a teszt véget ért. Adjátok be a papírokat most rögtön. Most rögtön. Add már ide. Ez volt a legjobb demonstráció, amit életemben láttam. És mindez egyenes adásban a fizika órán. Legalább soha az életben nem felejtik el az égés alapelveit. Meg az éget öltöny szagát. Egy jó tanár csupán informál, egy nagy tanár azonban inspirál. Toró mondta? Dreyer. Ezt be fogom kereteztetni. Felszögezem, mint a sporttrikóimat, amelyekben győztünk. Csak lassan már nincs elég fala. Hányas számú lesz ez? A 10-es. 10-es? Igen, a 10-es. A 10 éve vagy itt, ha van? Igen, pontosan az unalmas 9 és a még unalmasabb 11 között. A fiam épp abban az évben kezdett az egyetemen, amikor az apja a gimnáziumban. 10 év, öregem, az egy kilométer kő. Aha, én nem szeretem a partikat. Nehogy eszedbe jusson. Nem fog. Akkor jó. Két dolog van, amit gyűlölök. A meglepetések és az olcsó teatralitás. Na, tűnj el. Hol
van a kedves hugocskám? Nem vár tovább. Glenn, sürgősen Reno-ba kellett mennem. Richardnak szüksége van rám. Nem annak, amelyiktől elváltam Vegasban, hanem egy újabbnak. Pontos instrukciókat hagytam mindenről Miss Hollandernél, úgyhogy ne aggódj. Nagyon hálás vagyok neked, és ha kölcsön tudnál adni egy kis pénzt, februárban végre fel tudnám magam varratni. Egy nőnek karban kell tartania magát. Ne felejtse itt a csomagot. Micsodát? Őt. Kit? Nem tudom. Hát, ha mégis örülne egy partinak. Vagy mégsem? Felesd el. De mégiscsak a barátod, és éppen 10 éve van itt. Nem, a szavamat adtam neki. Nem tudom, mit tegyek. Rendezd meg a partit! Nagy ötlet! Ráérnek! De ha nem akarja! Világosan megmondta! Mindig ezt szokták mondani! Ez az, lepd meg! Rendezd meg a partit! Azt mondta, nem akarja! Utálja a partikat! 10 év után megérdemel az ember egy jó bulit! Vigyél neki ajándékot! Egy rakás ajándékot! Csinálj egy albumot! Sok képpel! Azt mondtam, nem! Hagyjátok már békén! Nix party! Azt mondtad, albumot? Jó sok képpel! A gyerekkorából! Meg a diákkorából! Miss Bradlap segít majd beragasztani! Szívesen segít! De John, megígérted Dryernek! Azt mondtad, Dan? Meg lesz a parti? Igen, nem meg! Mégiscsak a barátod! Ti titkoltok valamit előttem? Igen, titkolunk! Pofa be! Gondold meg, mit teszel! Rendezd meg a parti! Mégiscsak a barátod! Egy csomó munka, John! Gyerünk, vágj bele! Mégiscsak a barátod! Még át kell gondolnom! Gondolj Danára! Danára! Ne gondolj Danára! Egy jó kis bulira! Dryerre gondolj! Rendezd meg a partit! Vágj bele! John! Megcsinálom! Megcsináljuk a partit! Nem számít ki, mit gondol! Oké. Nos, milyen jellegzetességek különböztetik meg az emlősöket a többi állattól? Az, hogy melegek? Meleg vérűek? Hogy eleven szülők? Mi még? Hogy az anyjuk szoptatja őket? Ki tudna még valamit? A testüket? Szőrborítja. Bele fogok betegedni. Nem tudok aludni. Hány ingerem van? Mi ütött belém? Miért nem tudok beletörődni, hogy Kodival jár? Mit számít? Úgyis bármely percben végem lehet. Azt hiszem, szívbeteg vagyok. Úgysem találok még egy olyan lányt, mint DJ. Ő volt a leggyönyörűbb lány a világon. Micsoda láb, micsoda pompás formák, és a szeme, és a tehet rózsaszín ajka. Vajon mi baja lehet? Ne! Nem kapok levegőt! Micsoda? Nem kapok levegőt! Kinyitom az ablakot, várjon! De hát... Te csak azzal törődj, hogy képeket szerezd az albumba. Én elintézem, hogy Howard eljöjjön szerte este. Hogy jön? Szervusz, Howard. Semmi, John. Figyelj csak, arra gondoltam, hogy szeretném ezt az évfordulót valahogy mégis megünnepelni. Ne gurulj be, nagyon kérlek, hallgass végig. Szóval arra gondoltam, hogy vennék néhány jegyet a szerda esti meccsre, oké? Igazán, kedves ötlet, John. Na ugye. De én már megvettem a jegyemet. Dehogy is, várjunk csak, szerdát mondtam? Nem, csütörtök. Csütörtök este. Igen, csütörtök. Csütörtökön nem is szoktak játszani. Nem?
Nem, hát akkor csak a péntek marad. Tehát pénteken. Ha? Pénteken Vancouverben játszanak, de a meccset közvetíti a televízió. Oh. Jobbat mondok. Mi lenne, ha átjönnél és együtt néznénk a tévét? Szombaton este. Szombaton? Igen. Igen. Oh. Jó. Jó? Igen. Remek. Jól van. Tudod mit? Nagyon jó ötlet. Az hát. Akkor hát szombaton. Szombaton lesz a parti. A személyi kartotékok egyedül érrám tartoznak. Nem vállalhatom a felelősséget, ha bármi történik. Miss Hollander, megértjük az agályait, de Mr. Dreyer partia mégiscsak különleges alkalom, nem gondolja? Kíváncsi vagyok, meghívnak. Halló, Mrs. Dreyer? Jó napot, a nevem Danna Bridlab. A fiával együtt tanítok a Hale High gimnáziumban. Nem tréfálok, én... Igen, de én... Mrs. Dreyer, én csak... Halló? Halló? Azt mondja, a fia lezuhant egy repülőgéppel 20 évvel ezelőtt. Jó reggelt, lányok és fiúk! Iskolai közleményeink következnek ezen a kellemes, langymeleg szerdán. A Hale High gimnázium vitakörének ma esti összejövetelén izgalmas szópárbajra nyílik alkalom. A ma esti vita témája a következő sok vihart kavart kérdés. Bevezessék-e a birkózást az egyházi iskolákban? Ha te vagy a tulajdonosa az ICYB 674-es rendszámú piros teherautónak, jó, ha tudod, hogy valaki feltörte. Oké. Na, tehát P. Farmer minden negyedik napon 52 hektár babot ültet, és 42 hektár sárgarépát minden harmadik napon. Szóval 10 nap múlva, mire a pasas már teljesen kidöglött, elültetett 120 sor babot, igaz? Igen. Oké. És a sárgarépa? Köszönöm, kérek. Louis, arról volt szó, hogy korepetálsz. Találkoznom kell azzal a lányjal. Nekem meg át kell mennem azon a teszten. Ne haragudj, mi volt a kérdés? Oké. Adva van egy farmer, aki sárgarépát ültet. Na már most ez a pasas, Isten tudja miért, ezt minden harmadnap csinálja. Szóval mennyi sárgarépája van 10 nap múlva? Ez kemény dió, igazán kemény dió. Nekem mondod. Még azt se tudom, hogy hogy hívják. Ide hallgass, a betegszobában láttad, igaz? Igen. Ott mindenkit beírnak egy könyvbe. Hát akkor miért nem így fel és nézed meg a nevét? Ez az. Oké. Na. Louis! Igen? Hé, Louis! Ne, most kérlek, neked most... Louis! Kösz! Hé, Louis! Jó reggelt, Miss House. Mr. Kelm. Jó reggelt. Hol van a bébi? Ó, jó kezekben van, köszönöm. Miért nem tudja valaki kimosni ezt a vacakot? Sikerült rábeszélnem a szomszédasszonyomat, Mrs. Rodriguez-t, hogy vállalja el már a gyermekmegőrzést. Csupa szív népek ezek a latinok. Kár, hogy egy rohadt szót nem lehet érteni abból, amit beszélnek. De azért megértettem vele, mit akarok. A nyelv nem az egyetlen módja a kommunikációnak. Perdóname por haber llegado tarde, pero tu hijo mira fue un... Mrs. Rodriguez! El único problema fue que vomitó por todo el auto, mira. Azt mondja, hogy attól eltekintve, hogy telehányta a kocsiját, a kisfiad valóságos angyalka volt ma reggel. Igen, és köszönetet mond neked, amiért elvállaltad, hogy vigyázol az ő gyerekeire. Sí, muchas gracias. Señora, por déjame darte las gracias. Sabes que no se veo que hacer. Ya este kiresre jönnek vissza a gyerekek. Hasta luego. Ez alig, hanem valami félreértés. Hát most mit csináljak? Golfozik, orgászik, tekézik, elég strapács élet egy halottnak, de legalább nem vesztegeti az idejét. Ne gúnyolodj velem! Te hívtál fel rossz számot, és csináltál bolondot magadból. Az asszony a telefonban azt mondta, hogy Mrs. Dreyernek hívják. Jó reggelt, Miss Hollander! Aki a dossziékhoz nyúl, megjárja. Hey!
Mi csak egy kellemes partit szeretnénk rendezni Mr. Dryernek. Volna esetleg valami javaslata? Rendelnek hideg tálat? Hát, még nem gondoltam rá. Szeretem a lazacot. Intézkedni fogunk. Hozom a dossziét. Hálás köszönet. Nem fontoskodásból csinálom, higgy el, de ezek a dossziék csupa olyan személyes dolgot tartalmaznak, amelyek messze menően bizalmasak. Hogyne, megértem. Azt beszélik, hogy Miss Gelton állapotos. Ki hitte volna? Emlékszem, hogy visszatettem. Valami baj van? Dreyer dossziéja itt van, de az anyaga hiányzik. Louise, hiszen csak a pulzusodat mérem. Nem tudom mi ez, de úgy fáj, és egyszerre elsötétült előttem a világ. Nyisd ki a szemed! Nem tudom, nincs hozzá erőm. El se tudja képzelni, hogy fáj. Talán egy mérges puk csípett meg, vagy valami ilyesmi. Jaj, borzalmasan fáj. Oké, Louise, gyere velem. Feküdj le szépen oda az ágyra. Egy perc és visszajövök. A fehérje anyagcsere nitrogén tartalmú termékei eltávoznak a szervezetből. Nézd csak a varangyot. Jaj, nem, ez nem is varangy, ez egy leveli béka. Nézd meg, egy döglött patkány. Nos, milyen szaga van a vizeletnek? Hauser? Nézd ezt a szép kis szembolyót, nézd. Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Amúgya! Ezt elintézted, Hauser. Head lady. A maratonira edzünk, Howard? Jót tesz neked. Kiüríti a mérgeket a szervezetekből. Aha. A te korodban már vigyázni kell az ilyesmire. Hogy belerosdásodj! Hiába, ezekkel a srácokkal már nem vehetjük fel a versenyt. Micsoda formában voltam a gémiben. Hát még én. Hol jártál iskolába? Keleten. Igen, én is. Hol? Aha. A parton. Az óceánnál, he? Nem. A mi iskolánkat öbölnek hívták, pedig nem is volt ott öböl. Aha. A te iskoládat nem az óceánról nevezték? Nem. A keleti part. Valami elnökről nevezték el, he? Hogy őszinte legyek, John, én már nem igen gondolok rá. Ahogy egy okos ember mondta, a múlt attól látszik szebbnek, hogy már túl vagyunk rajta. Dreyer mondta? Nem. Toró. Lehagylak. Próbáld meg. Hűha, nagy formában vagy. Én Mak egészségesnek talállak. Már harmadszor vagy itt ezen a héten. Több időt töltesz itt, mint én. A saját érdekedben azt ajánlom, ne szimulálj. Hihetetlen. Eddig sikerült. Remek. Na most lássuk csak a nyilvántartást. Igen, ott van. Egy lépésre vagyok a céltól. Lássuk csak. Louis Plumb. Az osztály hipokondere című versenyen nem vitás, hogy te lennél a bajnok. Nem tudom egyáltalán, miért bajlódom azzal, hogy megnézem a hőmérőt, amikor úgyis... 41,5? Azonnal beviszünk a kórházba. Feküdj nyugodtan, én hívom a mentőket. A mentőket? Helyet kérek, gyorsan. Azonnal műteni kell. Készítsék elő a beteget. Nővér, érzéstelenítés. Jól vagyok, meggyógyított, rendbe jöttem. Még életemben nem éreztem magam ilyen jól. Köszönöm szépen, maga a legcsodálatosabb nővér a világon. Maga zseni, egyszerűen zseni, köszönöm. Jó éjszakát, Miss Hollander.
Jó éjszakát, Mr. Kelm. Ha szüksége van egy melszívóra, a feleségemnek még van egy a raktáron. Itt van Dry úr iskolai évkönyve. Ebben biztosan akad egy-két fénykép. Remélem. Oké, közöledünk. Dorsi, Drynen, Drumbowski. Eastman. Biztos, hogy jó évkönyvet hoztál? Nincs benne. Igen, az évfolyam is stimmel. Említette egyszer. Akkor most mit csinálunk? Kell, hogy legyen róla kép valahol. Várj csak. Tudom, hol van. Mire készülsz? Ez tetszik nekem! Nekem el akarod lopni a képeit? Eszembe sincsen lopni a képeit. Miért nem volt a fényképe az évkönyvben? Igaz is, miért hazudott volna a tulajdon anyukára? Ez jó kérdés. Azt mondta, hogy hallott, pedig él és virul. Jó ötlet, hogy megnézed a fényképeket. Hová tűnt az anyag a dossziéból? Azért megtartjuk a partit. Nézd, valami bűzik a fickó körül. Szerintem jobb lesz, ha... Ejted! Folytasd csak! Hagyd abba! Kell, hogy legyen valami logikus magyarázat. Keresd meg a fényképeket! Rajta! Magam kedvéért sosem tennék ilyet. Na, jól van. Gyorsan lefénymásolom őket, és visszateszem, mielőtt még a... Drága papa, örültem, hogy ma láttalak. Nem szeretem ezt a helyet, haza akarok menni. Szeretlek, Ricsi. Creston kerületi börtön. A gimnázium korcsolya klubja szereplőket keres a Hegedűs a háztető jégrelő előadásához. Ha tudsz hórát táncolni, és nem esel hasra a jégen, jelentkezz. És ne felejtsétek el, szerdán nyit a Bonzái Kertészeti Klub. A klub vezetője Kotó, a Sex Pistols híres fodrásza. Fekete háttérben fehér, fehér háttérben fekete. Mi jut eszetekbe erről, Louis? Kimehetek vécére, tanár úr? Nem. De nagyon kell. Nem. De igen. És a szemünk előtt felbukkant egy ritka és gyönyörű szőke gazella. Napokon át követtük a nyomást, íme egyszerre itt van ez a gyönyörű példány, és iszik. Ám óvatosnak kell lennünk. Egy apró nesz, és már is elszökik előnk. Hivatott tanár úr. Sarkin. Szolgáld ki magad. Megnéztem a múlt fél évi átlagodat, és őszintén szólva meglepett. Nem azért hívott ide, hogy az átlagomról beszéljünk. Magának mi sem szerez nagyobb örömet, mint ha valakit megvághat. Hogy merészened? Ezért 3 hétre be kéne, hogy zárassalak. Azonnal le kéne, hogy vigyelek az igazgatóhoz. Szükségem van egy babysitterre. Mennyit fizet? Egy B pluszt. Elnézést, nem hallottam. Egy A minuszt. Át. Át. Igen. 25 kölyök van, aki egy C-ért is megtenné. Hát csináltassa velük. Várj.
Oké. Megkapod az ádat, de előre figyelmeztetlek, semmit nem fogsz rám kenni. A szörnyen hallgatok, vagy? Azt mondják, akinek nem jár a nyelve, annál jobban jár az agya. Ismersz engem, Howard? De még mennyire. Ki vele mit akarsz? Miért voltál börtönben, Howard? Volt egy autóbusz. Egy templomi kórust vitt. És szembe jött egy gépkocsi. A sofőr ittas volt. Keresztül vágottam az üvegen. Betörtem az orromat, szétzúztam az államat. A kórus megúszta. Én viszont 90 napot töltöttem egy kerületi börtönben. Elvesztettem az állásomat. A feleségem elhagyott, és magával vitte a fiamat. Bocsáss meg, Howard. Így aztán idejöttem. Tiszta lappal akartam indulni, előről kezdeni az életet. Akkor már volt a hátam mögött egy pár újrakezdett élet. Nem te vagy az egyetlen. Örülök, hogy megkérdezted. És örülök, hogy elmondtam. Én is örülök. Láttam nemzedékem legjobb elméit az őrület romjaiban. Éhezve, hisztérikusan, mezítelenül. A néger utcákon vonszolva maguk az szia, hajnalban. Szia, DJ, mi van? Hello, öreg. Hey. Na, mi van, öreg? Vicces kis jószág. Hogy hívják? Hát, én Kerouaknak hívom. A tiéd? Dehogy, Fencsőr unokaöccse. Á, a mindenit. Hey, mit iszol te? Ha? És hol vannak a fogaid? Ha? Figyelj csak, tetszik? Tetszik a karkötő? Randy, el fogok késni az óráról. Michel megígérte, hogy átveszi a gyereket, de nem jött. És nekem itt van ez a teszt. Csuda jó pofa vagy. Muszáj meginnom a tesztet. Nyugodtan. Én itt maradok a kis Fencsőrrel. Tudod, mennyit vigyáztam én már a kisöcsémre? Ha persze, ez még a roncstelepi baleset előtt volt, amikor elvesztette a nagy lábujját. Randy. Kösz. Hey. Luis! Nyugi, nyugi, fiam, nincs semmi baj. Csak hallottam, hogy dúdoltál magadban. Nagyon, nagyon jól csináltad, kellemes hangod van. Köszönöm, uram. Tudod, gimnazista koromban magam is énekelgettem egy kicsit, de nem volt jó. Mr. Plum, színpadra. Dear Miss Lonely Hearts, I can take it no more. It's time to make yours truly, undeniably yours. All day and night I wear a groove in the floor, marking time until I'm undeniably yours. You make me want to cry mercy, you make me want to sigh. Oh boy, your kiss is sweeter than
Hershey's, but oh heaven help me, your car. Dear Miss Lonely Hearts, I never felt it before. Face the fact yours truly is undeniably yours. Hit it! Me want to sigh, oh shucks. Your kiss is sweeter than Hershey's, but lately I ain't had much luck. Dear Miss Lonely Hearts, I can take it no more. I'm asking you sincerely, sentimentally speaking, undeniably yours. Nem is rosszul mondom, rosszul mondom. Nem a gimnáziumban volt, az elemiben. Igen, az elemiben. És nem is énekelni akartam, hanem festeni. Igen, festeni. Na, jól van, jól van, jól van. Süssetek, egy minimanó. Hol szedted föl? Ez Fencsör unoka öccse. Á, szegénykéjük. Ezt jól kifogtad. Van neki neve, vagy ilyesmi? Persze, öreg. Én úgy hívom Axel. Jól hangzik. Andy, sziasztok. Figyeljetek. Ja, hello. Jimmy Cipper mostolatott be a járgányával. Neki van a világon a legszédületesebb hangerősítője a dobhártyán teljesen szépen. Menjünk oda, mielőtt lelép. Oké. Várj, mi lesz Axel-lel? Megsüketül bele, szegény. Tényleg. Az igaz. Á, nem lesz semmi baj. Nekem muszáj találkoznom Jimmyvel, tartozik egy szívességgel. Sajnálom, Axel, de előbb-utóbb úgyis hozzá kell szoknod. Gyerünk! Megtaláltam. Itt ebben a könyvben. Tessék, itt van. Nézd csak meg. Azt mondta, hogy focizott, emlékszel? Tessék, ő az. Jó munka volt, felügyelő. Ide néz. A neve nem Dreyer. Nem. Nyilvános vitakör, Harold Moser. Matematikakör, Harold Moser. Aztán felhívtam az iskolát, van-e valami régi fénykép a dossziéjában. Itt van a fax, amit küldtek. Zavarkeltésért letartóztattak egy kutatóvegyészt. Hát nem különös. Mr. Dreyer a fedhetetlen. Itt pedig bilincsben van. Persze mindenkinek megvan a maga múltja. Harold Moser, a hadsereg egykori kutatóvegyésze, még mindig szabadlábon van. Az Alkalon üzemben, az ország legnagyobb idegbénító gázt előállító üzemében történt tegnapi bomba merénylet után. Feltehetőleg Moser és három társa felelős a merényletért, melynek során egy személy életét vesztette, négy másik pedig súlyosan megsebesült. A robbanás értelmi szerzőjének tartott Moser az idegbénító gázokat gyártó üzemben dolgozott egészen tavalyig, amikor kapcsolatba került egy anarchista színezetű illegális diákcsoporttal, mely célul tűzte ki maga elé, hogy véget vet a vietnámi háborúnak. A rendőrség nagy erők bevetésével keresi a tetteseket és feltételezi, hogy Moser el akarja hagyni az országot. Kérjük, hogy aki látja ezt az embert, azonnal lépjen érintkezésbe az FBI-jal. További híreink.
Évek óta ismersz egy embert. Jóba vagytok, az életed részévé válik, és ez az egyik percről a másikra megsemmisül. Ezzel szembe kell nézned. Most már nem tehetünk úgy, mintha nem tudnál. Akkor sem ítélkezhetünk felette. Hát, ha nem is ő tette. Ez még nem elegendő információ. Egy ember meghalt. Howard illegalitásba vonult. John, el kell döntened, hogy mit teszel. Én nem tehetek semmit. Howard élete forog kockán. Ez most nem számít. Ez az ember nem az, akinek mondja magát. John, addig rendben van, hogy a háború ellen harcol, de ilyen módszerekkel nem lehet harcolni. Jelentsen fel, de hát, ha nem is ő tette. Akkor majd szabadon engedik. Ha tényleg nem ő volt. Hogy vesztetted el a gyereket? Nem vesztettem el, csak kölcsön adtam. Mi az, hogy kölcsön adtad? Ez egy kisbaba, nem pedig egy radírgumi. Most mit vagy úgy oda? Nem lehet veled nyugodtan beszélni. Hol van a bébi? Nyugi, jó kezekben van. Kinek a kezében? Várj, megpróbálok visszaemlékezni. Azt ajánlom, nem emlékezz vissza gyorsan, mert nagyon megjárod rendi. Hagyj békén! Mi értelme? 4000 gyerek jár ebbe az iskolába. Sosem fogom megtalálni. Nem tudom, hogy hogy hívják. Nem tudom, mit tanul. Csak azt tudom, hogy ennie mindenkinek kell. Igen! Az ebédőben fogom megvárni. Igen! Ó, igen! Igen. Sziasztok! Hú-hú. Michel! Michel! Tauni szerint Marlene azt mondta, hogy látott téged Fencsör kisbabájával. Tudod, mit mondok? Szerintem az anyai érzés csak addig tart, amíg egyszer rá nem pisilnek a legszebb cipődre. Na és hol van a gyerek? Adtam érte egy szemszerúzát cserébe Tamorinak. Micsoda? Különben is ki akar csíkokat a hasára, főleg ha bikinit hord. Oh. Tessék! Tessék! Ó, te vagy az, John! Gyere be! Gyere, ezt látnod kell! Ah, ez fantasztikus! Ezt figyeld meg, az óriási! Te hazudtál nekem. Ennyi éven át. Annyi hoki meccs alatt. Ki mellett ültem végig azokat a meccseket? Én a barátod voltam, Howard. Miért nem mondtad el az igazat? Ó, hogy mi az igazság? Az csupán nézőpont kérdése. Ne beszélj mellé, Howard. Tudod te, mire gondolok. Mindig is tudtam, hogy egy szép napon valaki belekukkant egy dossziéba, és szagot kap, hogy itt valami nem egészen stimmel. Kitűnő megfigyelő vagy, John. És szenvedélyes kutató. Erről ismerni meg a jó történészt. Minek köszönhetem a látogatást? Adsz egy kis előnyt, mielőtt a rendőrség ideér. Én nem hívtam a rendőrséget, Howard. Vagyis tudod, hogy nem én tettem. Arra szeretnélek kérni, hogy add fel magad. Howard! Nem tehetem meg, John. Egyszerűen nem tehetem, nem lenne semmi értelme. Nem én tettem. Esküszöm. Én szeretnék hinni neked. Ha ez igaz, add fel magad, és most tisztál a nevedet. A nevemet. Ha feladnám is magam a rendőrségen, évek telnének el a tárgyalásig. Hosszú éveket töltenék börtönben, a lapok tele lennének velem, és ha a végén ártatlannak találnának is, melyik iskola alkalmazna? Hol találnék állást? Ki fogadna fel engem tanárnak? Nem, ezt nem tehetem meg. Én nem fogom feladni magam. De elfutni se fogok. Neked kell döntened, John. Tedd, amit a legjobbnak látsz. Nem, Howard. Te rám akarod bízni a választást. De nem hiszem, hogy az én dolgom volna. Ez a legnehezebb az életben. A választás. Minél több az alternatíva, annál nehezebb a választás. Ismeretlen szerző.
DJ Sarkin! Bocsánat, Mr. Fencsör, de elkésem az óráról. Na és hol van? Kicsoda? A bébi. Ja, a bébi. Nagyon fáradt volt, és odaadtam Mrs. Gumpersnek, hogy altassa el. Nagyon helyes. Az imént beszéltem a hugommal telefonon, azt mondta, ma délután jön érte, úgyhogy mindjárt el is hozhatod. Talán sok baj volt vele? Nem, olyan volt, mintha itt se lett volna. Jól van. Hol lehet? Mindjárt vége az ebédnek. Itt kéne lennie. Jól van. Adom a fagyit. Hadd lássam, milyen ügyes vagyok. Na tessék, ezt jól megcsináltad magadnak. Csak nem fogsz feladni egy jó havert. Egy barátot nem szokás feljelenteni. Ha megteszed, mindenki utálni fog. A pasi a barátod, és megvannak a maga indokai. Megszegte a törvényt. Nem tudhatod biztosan, és különben is, ha a barátja akkor vagy. Akkor elhiszed, amit mondod. Miért kéne nekem eldöntenem? Ez nem az én dolgom. Döntést! Döntést! Mindenképpen vesztes vagyok. Jól vagy? Nem túlságosan. Eldöntötted, mit teszel? Igen. De nem érzem tőle jobban magam. And I fall asleep, counting my blessings. I think about a nursery and I picture curly hair. One by one I count them as they slumber in their beds. I fall asleep, counting my blessings. If you're worried and you can't sleep, just count your blessings instead of sheep. And you fall asleep, counting your blessings. Mr. Dreyer.
még nem jött be. Minél több az alternatíva, annál nehezebb a választás. A dolog iróniája az, hogy nem is akartam feladni. Hittem neki. És még mindig hiszek. Örjönge, nem kellene tiszta szerencsét, hogy bolondulok a gyerekekért. Nem okozott sok gondot? Gondot? Hiszen ez egy kis angyal. Persze a kisbabák tudják, hogy imádom őket, és ezért ők is imádnak engem. Györej, de mami hozta angyal. Köszönöm. Köszönjük, Glenn. Papa. Papa. Fogdon. Szia! Szia!